Na sziasztok mindenki, itt van velünk két öcsém! Sziasztok! Ádika múltkor nyert egy videóban, hogy ki ismeri jobban anyát, és ezért... Hát a szolgái. A szolgái leszünk ebben a videóban. Hány feladatot írtál? Fú, most több mint tizet, nem? De, vagy tizet. A www.g2a.com weboldalon rengeteg játékkal találkozhattok, a képernyőn is észre lehet venni, hogy nagyon sok mindenre kedvezmény van, nem csak játékokat, hanem például konzolt is lehet itt vásárolni, a linket megtaláljátok a leírásban. Hát előre félek, mert mondta, hogy lesz benne vicces is, meg lesz benne ilyen-olyan, úgyhogy Ádika, figyelj, mert lehet, hogy lesz visszavágó, úgyhogy úgy szívassál minket, mondd az első feladatot. Vegyétek most fel a kapcsolatot, akiktől akarom venni a motor. Mi van? Van már pénz, de nem tudom. Nincs is rá pénz! De azt mondtad, hogy ki fogjuk. Rádi, én úgy gondolom, hogy te megint félreértelmezted ezt a feladatot. Jó, akkor mondom a másodikat. De a múltkor is megbeszéltük, hogy nem olyan, hogy venni ezt az... Jó, Vanna! Nagy franc ez a gyerek! Jó, ki fogom pótolni, de most nincs még itt az ideje. Jó, hozzatok nekem szalámis kenyeret a kedvenc szalámimmal. Jó, gyere Ákos. Itt maradt, és hozzuk a kenyeredet. Ákos, te tudod, melyik a kedvenc szalámi? Tudom, az már nem, hogy hol van. Igen, egyáltalán van. Van itt egy túró rúdia, megegyem? Jó. Van egy ilyen szalámi. Az nem. Ez biztos, hogy nem, van babgulyás. Hát meg ilyen szalámi van. Nem tudom. Ez se az? De ez. Ez. Na, ez lesz. Elvileg, ez majd kiderül a gyakorlatban. Niki mindig kinevet, hogy hogy kenem a kenyeret. De most tegyél is rá olyat. Jó, teszek rá. Tényleg? Anya, nem tanítottál meg kenyeret kenni. Na, jó lesz így már. Úgyis megeszi. Na. Fél kenyére nincs majd. De jó van, sarkára nem marad. Jó, Ákos, tessék. Visszarakta a hűtőbe, kibontjuk és már kész is a szalámis kenyér. Jó, mert nem is reggelizett még, ugye? Én sem. Még te sem. Mennyit tegyek rá? Szerintem egy 4-et. Ő felsége! Meghoztuk a reggelit tálalva! De nem az ágyba eszed. De ehetsz az ágyba. Na, hozzatok még egy üdítőt. Ez miért mondta legbe? Tényleg szívassad! Ilyen gyújtta, meg lehetett volna spórolni. Na, jó, de meg ez a kedvenc szalámid? Ez a kedvenc szalámid? Nem. Jó, nincs más. Nincs más, ezt teszem. Milyen üdítőt kérsz? Azt most mondjad, mert ha behoz... Mindegy. Jó. Fú, ez a gyerek, ez kiidegen. Az egy finom ágyak szendvics. Meghoztuk az üdítőt. Jajtágyat! Az komor! Jajtát, hoztunk egy kis körte üdítőt. Ne, a Dani ötlete volt. Mindenki borítja. Visszanyalt a felé. Meg se szagultad, mi van, ha pálinka lett volna? Erre van esze! Jó, ezt majd utána megeszed. Finom volt ő felsége? Uh-huh. Jó ízű, rendben van. Amúgy ez tényleg üdítő ital volt, mielőtt valaki más képzelne. Te mit, ki ne én? Dani, szülj egy gyereket. Nem, amúgy... Micsoda? Ott van a vécébe! Menj, nézd meg! Pakoljatok el a szerdára és hegyezzétek ki a ceruzát. De még csak hétfő van. De tudom, de... Ja, várjatok, Mutko mit mondott, ezt el kell mesélni. Tényleg ez a csáv, ez hihetetlen. Kaptál valami bő egyest? Nyelvtambó? Mert hogy ő a régi órarend szerint papolt, mert az még benne volt a táskájában a régi órarend. Szóval vannak itt érdekes dolgok. Szerda nehéz nap az öcsinek? Nem, nagyon könnyű napja van. Mondjad, milyen órái lesznek? Nyelvtan, matek, természet
Ének, ének és tesi. Ilyen könnyű óra legyen, senkinek nem nekem volt. Nekem meg fizika, fogalom fizika, tesi, nyelvtan. És én. Jó, én vagyok a hegyező, te meg a pakoló. Hát ezek ki vannak hegyezve? Hát amúgy igen, hát. Ja? Akkor azt mondtam. Ez az. Hát az összes szépen ki van hegyezve. Te csináltad vagy anya? Anya. Másik, ez költői kérdés volt, Ádikám. Jó, Ákos, akkor én kipakolom. Ezt idén kaptad, vagy ezt örökölted? Ezt idén? És... Nem úgy, hanem ezt mások is használták. Ja, mások is használták. Jó, megnyugodtam, szóval hogy ez több éves könyv. Olyan régi illata van. Régi illata van? Jó, megnyugodtam egy kicsit. Megnyugodtam. Igen, nyelvtan. Füzet megvan? Nyelvtan füzet itt van, igen. Matek? Matek megvan, matek füzet megvan. Jó, természet megvan. Természet megvan, természet füzet megvan. Ének. Énekkönyv megvan. A füzet az beszettetlen. És ennyi volt. Jó, akkor ezen ne. A régi órarended remélem már nincs bent. Nem, ez kidobtam. Jó. Oké, Ákos, Pacsi, ez sima volt, ez semmi volt. Jó, jöhet jó. A következő. Adjatok két tojicskafát. De miért kell, Ádi? Miért kell a te munkádat? Mert tegnap te tudod, annyit elégettél, ami elég... Hát raktam a tűzre, öcsi! Hát anyáik is mondták, hogy te el szoktad túlozni. Hát, hogy ne fázod a senget, hát ha hazajössz! Azt a... Jó, mehetünk. Soha... Mehetünk fát hordani. Ez a gyerek, ez... Hú. Vannak kis cicák. Vannak kis cicák. Megellett a Sanyi. Ja, mutasd meg a kis cicákat. Jaj, de cukik! De édesek! Ja, az olyan nincs színű. Nincs színű. Melyik olvó kell? Oda! Hát be se férek az ajtón! Figyeljétek, segítek! Gyere ide! De apa azt mondta, hogy onnan nem! De most apa nincs itt! Segítek egy gyengét! De ne, hát azt hasonlatni kell, azt nem vigyük előre! Azt mondta apa, hogy ezt nem kell. Ja, mert már száraz. Na. Ja, ide túljad, itt nem kell annyira bemászni. És apának nem kell. Apa megnézi a videót, nem baj, nem leszek itt van. Mehet az első talicska. Aha, jó. Á, gyerek! Ádi, jó nézni! Úgy szeretem ezeket a gyerekeket. De most már kamatodnak azért. De még megvetette volna velem a motor. Mondd el a nézőknek, hogy milyen motort szeretnél. Hát pitbike-ot. Nem tudom, hogy milyen fajt, csak pitbike. Hú, de jó, összedolgozunk! Na! Micsoda történt! Szerintem ez volt. Megszánt bennünket! Egy segítséggel! Te jó ég, mi történik? Van ilyen! Van, létezik ilyen! Gyerünk Ákos, jól csinálod, mintha én csinálném! Hát, én csinálném! Én csinálom! Jó, egyébben egy én áll, hogy itt léptem bele a szögbe hátul. Baszottam a szarba. A szarba elég sok szög jel. Egy jó szarba. Hát átszúrta a cipőmet a szög. A lábadat is vagy? Beleállt a lábamba, ja. Aztán kaptam valami oltát, azt hiszem. Mennyi idős voltál? Annyi, mint te. Hát igaz. Nem a... Jaj. Nekem sem volt sok eszem, akkor viccelek. Na most van. Én nem szólok bele, vagy be nekik. Viccelek, te egy okos kisgyerek vagy. Nem hallottad, amit mondtam. Micsoda? Mert most van. Teszed. Hát nincs annyi, mint egy átlag 25 évesnek, de... Nem egy átlag 20 évesnek. Kb. Annyi eszem van. Lehet felülődöttem. De agyilag mondja. Ádi, te szólhatsz be nekünk, de amikor meg mi szólunk be, akkor meg megsértődsz. Ja. Ez hát. Hogy van? Na gyere, gyere, gyere! Gyere, harc!
Ne, jó, vicceltem! Jó. Látjátok, ez így szokott működni. Vicceltem, nagyon vicceltem. Gyere, bokszád! Szia, Sanyika! Mi újság? Végre olyan jó idő van, szeretek... Jaj, szia, Maci! Maci megint féltékeny. Szeretek kiülni így az udvarra, tényleg jó időbe. Cicázgatni, kutyázgatni. Sziasztok! Maci meg féltékeny! Na mondd a következő, töcsi! Kezdjünk a könnyebbe, vigyétek ki a szobánkból a kufát. Ó, Ákos, hozz ki ide! Nemrég lett kihozva! Mi? Az tele van! Nem? Ja, és utána tegyetek bele még egy izét. Szemetes zsákot? Uh-huh. Hogy én belefekszek a kukába? Uh-huh. Az is jó? Nem, férj bőle. Kint van a kuka. A nagy kuka. Ki van az utcán a nagy kuka? Igen, Alim, most? Veszélyes, mert itt neki tudok tolatni a kukának mindig autóval. Na, igen. Hát, ugye tegyetek még egy szemetes zsákot. Jó, azt mondom, mert meg lesz, hogyha bemegy. Hogy hol van. Bemegyünk. Mi a feladat, Ádi? Egy vicces... Nyomtassuk ki egy vicces képet. Egy vicces képet rólam. Nyomtassunk ki rólad, jó. Vágjál dilós fejet. Köszi, így jó lesz. Vágjál dilós fejet. Kicsit tintás lett. Nyomtatási hiba történt, de szerintem tök jó. Tedd ki a faladra ezt a képet. Mivel ennyire sokat segítesz nekem meg az Ákos is, azért majd kapni fogtok egy-egy ajándékot. Szia Ákos! Majd valami egyenértékű ajándékot szeretnék nektek, vagy meglepni titeket egy egyenértékű ajándékkal. Mit vigyorogsz? Ki fogom pótolni neked a motort, jó? Jó. Csak még várjunk egy kicsit, jó? Oké? Okay? De el fogom intézni. Jó, köszi! Utolsó feladat. Adjatok az állatoknak jutifalatot. Ha nincs, akkor ennit. Ennit? Vagy tápot! Vagy jutalom falat, Niki? Akkor tápot! De! A macinak, de hát ezt a macskák nem hiszem, megeszik. Ilyen jutalom falat van, ez egy kicsit kemény, úgyhogy szerintem a maci fogja ezt megenni, de lehet, hogy már a Sanyika is néz. Nézzük meg, hogy megeszi-e. Maci! Az a... Hát mondjuk szét tudja rágni, érdeklődik iránta. Na, maci, leteszem ide neki a földre. Nem kéri. Maci! A maci, maci az megeszi, szétre. Kicsit kemény lehet neki, de megeszi. Fú! Ádi! Olyan letté? Újma! Jó, tedd le nekik. Ó, már mennek is rá! Ajjajjajjajjaj! Hát ennek nagyon örülnek. Hol a többi vacska? Gyertek, mert elfogy a Sanyika, megeszi az egészet! Igen, te vagy a Sanyika. Ennyi lett volna ez a videó, bízunk benne, hogy jól szórakoztatok. Ha legyen folytatás, hogy cserélünk, hogy például az Ádi a mi szolgánk, vagy az Ákos az én szolgám, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és jövünk majd a folytatással. Ha tetszett a videó, akkor... Lájkoljátok, és iratkozzatok fel a Nazzáliák csatornáját. Köszönjük szépen! Sziasztok!